Ladányben én vagyunk, pontosan a gödörállási dűlőtanyán. Kecskékkel és kecskésajtokkal foglalkozunk, immáron 3 éve. 2018-ban költöztünk ide. Ugye a városban laktunk Budapesten. Ugye az esküvőnk után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk ugye a kettes házba költözni. Nem akartunk Pesttől nagyon messzire, de nagyon közel se akartunk, és végül megtaláltuk ezt a tanyát. És eljöttünk, megnéztük, és igazából szerelem volt első látásra. Ez 2,5 hektáros ez a terület, és jelenleg ugye 27 kecskénk van, egy kocánk, hát olyan 30 tojótyúk, 3 kacsa, galambok, hát őket nem tudom, mert mindig változik a számuk. Körülbelül ők is ilyen 30 körül lehetnek, meg a 2 kutya. Mindent meg kellett tanulni. Volt 2 kutyánk, és ennyi volt az állatunk. Ja, meg nekem még kiskoromban volt hörcsödöm, tehát, de semmi ilyen, hogy kecske, disznó, csirke, tehát szakkönyvekből, meg hát a YouTube-ról, tehát kecskét fejni. Jó így végignéz a YouTube videót, na így kell megfejni, aztán amikor ott van, hogy na, akkor fedd meg a kecskét, és akkor de hát a videóban így csinálta és ment. Nem, tehát ez külön, ráadásul ahány kecske, annyi féle tűgyforma van, az teljesen máshogy kell ráfogni. Valamelyik könnyebben adja a tejet, valamikor valamelyik nem annyira. Még ezt is meg kellett tanulni, hogy melyiket hogy kell kezelni. Az ember ugye az folyamatosan képzi magát, legalábbis megpróbáljuk. Ugye a sajt készítést is teljesen ugye önmagamtól tanultam meg. Úgyhogy nem egyszerű, de hát a jobb pap volt, így tanult. Teljesen autodidakta módon tanultam meg ezeket a dolgokat. Szakkönyvekből vannak különböző weboldalak, ahol nagyon, tehát részletesen leírják a receptet, mit hogy kell csinálni. Legalább egy 20 féle sajtot készítünk. Minden sajtnak vannak különböző variációi, tehát ezért is nehéz pontosan összeszámolni. Akármilyen fűszer teszel bele, már egy másik sajtot kapsz. Ez teljesen saját elgondolás. Sokszor van az, hogy maga a vevő kéri, hogy ő így szeretné, és aztán végül egy annyira jó dolgot talál ki, hogy föl is vesszük a terméklistára, mert tényleg érdemes, mert nagyon jó. Folyamatosan próbálok én is újakat kitalálni. Nem feltétlen szeretnék csak a standard receptekhez nyúlni, azt gyártani, mert ezt mindenki meg tudja csinálni. Jó, persze, finomak, szépek, gusztusosak, csak szerintem a sajtkészítés valahol ott kezdődik, hogy már egy olyan sajtot tudsz létrehozni, ami még nincs, és az csak a sajátod. És ez egy nagyon jó érzés, amikor egy pozitív visszajelzés jön róla, hogy ez igen, ez tényleg finom.